Itt vagyok a magyar Boküzdor csapat felkészülésén, ami persze nem egy valódi felkészülés, hanem egy kis sajtóprezentáció. Az egyik alapanyagot a Bresszi csirkét prezentálja éppen Tamás és a csapat többi tagja. Meg is mutatom őket. A biztonság kedvéért itt éppen már szeletelgetik a grill csirkének megsütött csirkét, de előtte még itt Fonberg Fricit el szeretném kapni, aki a coach. Bár ez most nincs ráírva, de azért te vagy a coach. Hogy áll a felkészülés? Optimista vagy-e? Bár eddig mindig világéletedben optimista voltál, és ahogy láttam, általában indokoltan, úgyhogy talán ez egy felesleges kérdés, de azért válaszold meg, légy szíves. Hát igyekszünk, tehát mondjuk azt, hogy holnaptól, illetve mától kezdjük el az igazi munkát, amikor a két ételünket már egybe boronálva, mint a fogaskerekek össze kapcsolódva tudjuk gyakorolni, úgyhogy alig várjuk ezt, hogy végre egybe tudjuk tenni a kettőt, és időre meg tudjuk csinálni, ez nagy kihívás, de nagyon várjuk. Tamás nagyon boldogan nyilatkozott arról, hogy gyakorlatilag egy vegán étel lesz ugye a csirke melletti másik fogás. Téged személyesen hogy érint, neked mennyire volt eddig közöd a zöldségekhez, vagy pedig te egy zsoldos vagy, és arra mész, amerre kell? Nagyon szeretem a zöldséget, tehát mondjuk azt, hogy most tulajdonképpen egy köretet tálalunk. Nekem az a jól esne rá a halacska, hogy a húsi, tudod? De ez a feladat, ennek teszünk eleget, úgyhogy ami kifér a csőben, azt nyomjuk, amire elég lesz, azt elhozzuk. Szuper, itt még azt mutasd meg nekem, ha már itt a háttérben pont itt mindenféle híres emberek látszanak, hogy ezen a falon mit, merre keresünk, kik vannak itt, és miért pont ők, jó? Mutatom a legfontosabbat, Bíró Lajos. Ezt azért kell tudni, mert ha felkészülünk során bármi itt van a függöny mögött, ez egy raktárunk, akkor mindig azt mondjuk, a Lajos mögött van. Tehát mindegy, hogy hol 2-3 méteren belül, az mindig a Lajos mögött van, úgyhogy a legfontosabb. Az első sor az a magyar Michelin csillagosokról szól, kivéve az alsót, mert az alsó az pedig a Boküzdornak az elnöke, volt elnöke, és én rákerültem azért, mert ott volt még egy üres luka. A következő, igen, a következő az pedig a Boküzdor nyertesekről szól, tehát ők nyerték meg a Boküzdort eddig, az összes kép itt van róla. A következő pedig egy kis ízelítő a három Michelin csillagból, hogy szem előtt tartsuk, hogy mi a cél. Úgyhogy ezt folyamatosan nézzük. És ugye a két vége, Tamással kezdünk a nyitásnál, és Gáborral zárunk a zárásnál, mert a két Boküzdor versenyző az rajta van. Köszönöm szépen! És akkor megnézzük, hogy itt mi zajlik éppen. Ugye itt már alaposan darabolódik a csirke. Szulló Szabina látszik, illetve Szél Tamás adagolja a kis csirkéket. Ugye, ahogy említette, soha nem csinált még ilyen csirkét, már mint a Bresszi csirkéből soha nem főzött még ennyire egyszerű ételt. És Hanvaj Zoltán látszik még a képen. És az érdeklődő sajtó, akik fotóznak és kameráznak bőszen. És megmutatom gyorsan, mert itt most úgy akarom megzavarni Tamást, megmutatom gyorsan azt a binsotánt, amiről már volt szó többször is, ami ez a nagyon különleges faszenes grill, egy japán grill. Itt látszik. És például ilyen gombák kerültek most rá. És van kávéellátás is, és ez egy szőlőmagolaj egyébként. És ugye ez egy ilyen kis dobozka, aminek valami nagyon komoly ilyen hőtartó téglából van az oldala. A rácsot pedig Tamásék csináltatták, nem ilyen rácsal készül ez eredetileg, csak ugye ott az is fontos volt, hogy olyan minta legyen rajta, mint amilyet ők szeretnének, és ott van benne az a különleges faszén, ami gyakorlatilag szinte fehér, és egyáltalán nem nagyon van füstje, és könnyen kezelhető, eloldható akár, és újra meggyújtható. Ez pedig itt a gombák grillezéséhez használt fokhagyma és kakukkfű. Itt pedig hátulról látszik a konyha és az érdeklődő sajtó további részei, illetve hány fokon, hány percig, nagyon szakértő kérdések vannak, és ott már az első falatokat kóstolják is. Zoli, elégedett vagy? Te már kóstoltad, ugye? Istenem, sikerült a bresztiség, ahogy szokott. Rutinból van, úgyhogy nagyon jó ízű és tényleg finom. De otthon sütök egy grill csirkének bresztis csirkét? Bresszinek nem, de kokovent fogunk a hétvégén főzni. Megpróbáljuk, hogy ilyen az igazi bresszi csirkéből a kokovent, úgyhogy... És ahhoz kakas? Igen, nem, bresszi csirke kokovent lesz. Tehát egy kicsit csalunk, nem kakasból lesz, hanem tyúkból, csirkéből. De kipróbáljuk most, mert ezt akarom karácsonyra is a familiának. Aha. Csak egy főpróba lesz hétvégén. És akkor ezt ők már tudják, vagy ez meglepetés? Ez abszolút meglepetés. Akkor remélhetőleg nem nézik a világelőt, úgyhogy akkor nem fog kívül, mert ez most élő, úgyhogy titokba tartani ezek után már nehéz lesz. Megnézzük egy kicsit közelebbről azt a bizonyos csirkét. Ott látszik, elég komoly a zsírtartalma egyébként. És itt így vagdossa egy szakértő, és ugye elég vastag a bőre is.
meg egyébként egy ilyen elég rágós húsú, nem rossz értelemben rágós, hanem ugye szabadtartású ez az állat, úgyhogy kifejezetten rohangál, és ennek megfelelően komoly izomzata van. És a sütésben az volt például, ez ugye bármilyen csirkesütésénél, grillezésénél használható trükk, az volt még extra, hogy a végén tálalás előtt gyakorlatilag a fenekére állította, egy kicsit ott támasztotta, de nyugodtan, itt én egészen nyugodtan, tehát hogy a fenekére állítva tárolta egy kicsit még hozzá annak érdekében, hogy a mellébe folyjanak még a szaftok, ugye az a rész, ami kicsit száraz maradhatna egyébként. Így néz ki fölülről, amikor egy bresci csirkét tálalgatnak. Tamás, téged csak egy kérdésre zaklatok, mert azt tippelem, hogy szerintem téged már nem köt le egy ilyen versenyhez képest, ez nem egy kihívás, hogy válaszolj egy kérdésre, és közben csirkét darabolj. Főleg úgy, hogy nem kell most 14 pont egy formát. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt jelentetted be azt ugye a magyar selejtező végén, hogy akkor vállalod a kihívást és élsz a lehetőséggel, hogy részt veszel a magyar döntőn és megpróbálsz bekerülni utána az európai mezőnybe. Hányszor bántad ezt meg azóta? Hát egyetlen egyszer se bántam meg. Hihetetlen egyébként, hogy egy év hogy elroham. És bevallom őszintén, tehát amikor ugye eltökeltem magam, hogy na, még veszek egy utolsó energiát, és megpróbálkozom a Bocuse-ra. Legvadabb álmaimban se gondoltam volna azt, hogy megnyerjük az európai döntőt itt Budapesten. Tehát ez egy olyan álom teljesült, amit nem is álmodtál. Amit szerintem még most is felfoghatatlan. És hát ez egy olyan munícióval látott el, ami úgy gondolom, hogy eltökélve és kellően föltöltve fogunk Lyonnak nekivágni. Ugyanakkor azt is hozzá kell fűznem, hogy pole pozícióból indul nem biztos, hogy mindig szerencsés, mert aki pole pozícióból indul, az mindig arra kell, hogy figyeljen, hogy nehogy roncsom. Akik meg a első mögött helyezkednek, nekik pedig csak javítani kell a köridőn, úgyhogy egy picit így stratégiailag nem biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés, de egész biztos, hogy mások fognak ránk nézni, amikor megérkezünk. Hogy kell értelmezni ezt a pole pozíciót, ugye ezzel kapcsolatban mi nyilván megy a találgatás, hogy na te már Európában mindenkit lenyomtál, ráadásul 50 ponttal, akkor az már nem probléma, és akkor jönnek a japánok meg az amerikaiak, ha őket is, náluk is így kicsit jobb vagy, akkor minden oké, okay. Ennyire egyszerű ez? Szerintem nem ennyire egyszerű. Én azt gondolom, hogy a Fritzi Szavélévre, hogyha hozzuk a formánkat, akkor nem igazán van mitől félnünk. De én ezért egy picit óvatosabb duvad vagyok jelen esetben, és azt gondolom, hogy tényleg maximálisan kell koncentrálnunk, és tényleg, hogy ha dobogóra sikerül kerülnünk, akkor az egy csodálatos teljesítmény. Ez nem feltétlenül az első helyet jelenti, hanem maga a dobogót. Gondoljunk csak az egy évre visszamenő időszakra, tehát nem is gondolhattuk még azt akkor, hogy ilyen szép sikereket tudunk elérni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép állam lenne, hogyha dobogó összejönne. Hát gratulálok az eddigiekhez mindenképpen, ugye Európa bajnok, te már mindenképpen vagy, és akkor sok sikert a továbbiakhoz, ahogy így nézegetem a sajtó becses képviselőit, elég boldogatlan eszegetik a bresci csirkédet, úgyhogy akkor tényleg lehet, hogy grill csirke lesz a versenyfogásod? Nem feltétlenül buta a kérdés, mert, és gondoljunk csak egy kicsit a zsűrire, tehát ugye 24 csirkeételt fognak végigkóstolni, és a zsűri fárad, emberekből vannak ők is, még bármilyen hihetetlen is ez, tehát azt gondolom, hogy akkor lehet valaki sikeres, hogyha azt a bizonyos sült csirkeészt, azt a grill csirkeészt, azt hozza azon a versenytányéron. Tehát lehet gyönyörű szépen, szép újraértelmezett kompozíciókat csinálni, mindenféle egyéb hozzávalott gombákat, és a többit használni a csirkéhez, de a csirkeízét azt meg kell őrizni. Én abban bízom, hogy nagyon sok csapat erről megfeledkezik. Köszönöm szépen, és hajrá! Na hát ez volt itt kis bejelentkezés, ugye a kis szűkkörű sajtó eseményről, ott még dolgozik a csapat a háttérben, és kóstolgatnak rendesen. Úgyhogy tényleg azt gondolom, azt azért érdemes észben tartani, hogy amellett, hogy nagyon jó esélyei vannak Tamásnak, azért ott lesznek még egy páran, és ugye a norvégok is mondjuk hiába győzte le őket itt Budapesten, azért ők is nyilván megpróbálnak megújulni és fejlődni, beleértve a dánokat is, és még sok egyéb országot, úgyhogy hatalmas küzdelem lesz, de ahogy hallhattuk, meglehetősen bizakodó a csapat, a magyar csapat, és ez nagyon jó. Szabó Kevint nem sikerült, ugye Szúló Szabinát láttuk, Szabó Kevint azért még csak megkeresem itt a végére, mosogat, Kevinke! Végre eljutottál a csúcsra! A munka mindig fontosabb volt nekem. Na hát akkor megőrizted ezek szerint a szerénységedet is, meg a humorérzékedet is, ez nagyon jó. Te mit vársz, most megmondhatod, most ezt Tamás nem hallja, te mit vársz a csapattól, milyen eredményre számítasz? Hát figyelj András, én egy ötödiktől felfele nagyon boldog lennék.
tehát borzasztóan. De ha fellépünk a dobogóra, tehát egyet kell lépni, akár mekkora is az a fok, hogy akár ekkora magasságunk kell fellépni, ott az már álom. Tehát az már boldogság. Ahogy téged ismerek, aztán nem lépnéd, hanem ugranád páros lábbal, nem? Körülbelül ledarálnám a dobogót is. Na hajrá, köszönöm szépen! Ez volt itt a kis bejelentkezés, ott még Tamásra lehet vetni egy utolsó pillantást, és én pedig búcsúzom. Sziasztok!